Az iskolákat két héttel ezelőtt arra utasították, hogy térjenek át a számszerű értékelésre is. Úgy mérték fel, hogy most már elkövetkezett az ideje annak, hogy lehet számszerű osztályzatot is adni. A számszerű osztályzatnak az adása azért volt eddig egy kicsit problémás, mert nem igazán tudtuk azt felmérni, hogy a gyerek mennyire dolgozik önállóan otthon, mennyire kap segítséget ahhoz az eredményhez vagy munkához, amit elvégzett. Tehát nem lehetett reálisan megértékelni, megbecsülni azt, vagy felbecsülni azt a munkát, amit a diák végzett, és ezért volt a formatív osztályzás előtérbe helyezve, mostantól viszont jegyeket is kaphatnak, és hát az a szabályzat, ami egyébként a gyerekeknek az osztályzására vonatkozik, az továbbra is érvényben van, tehát ahhoz, hogy a fél év lezárható legyen, legalább 4 jegye kell, hogy legyen a gyereknek, ami különböző dolgozatok, felelés különböző módon van összeszedve, úgymond, és az, ami fontos, hogy a gyerek minden esetben magyarázatot is kapjon arról ahhoz az osztályzathoz, amit kap, hiszen a szabályzat előírja azt, hogy mindenkinek tudnia kell, hogy miért kapta azt a jegyet, amit kapott. Az e-naplóban bejegyzett hangulatjelek arra szolgálnak, hogy a tanárok és a szülők könnyebben követhessék a diák teljesítményét, mondta Vicsek Anna Mária, és hozzátette, hogy azokban a vajdasági iskolákban, amelyekben még nem használják az e-naplót, a tanároknak az a feladata, hogy valamilyen módon lejegyezzék maguknak az összes adatot, hogy a rendkívüli állapot befejeztével beírhassák ezeket a hagyományos naplóba.